Az Eötvös József Általános Iskolában kiemelt eseményként kezelték az állatok világnapját, osztályonként és közösen is hallgattak előadásokat és néztek érdekes bemutatókat. Mi felrajzoltuk a bárnának a körvonalát. Föntről ez véve lesz, hogy hogy néz ki ez a bálna. És ezt majd láthatjátok az Ercsi web oldalán, illetve a mi Facebook oldalunkon is, hogy mit, ez a Flashmob. Máté, azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült ez a flashmob a bálnával, az állatok világnapja alkalmából, és gondolom ennek az egésznek az az üzenete, hogy a környezetszennyezés, amit elkövetünk, nem feltétlenül ott csapódik le a hatásra, ahol azt elkövetjük. Így van, hát szerettünk volna valami újítást a gyerekeknek, egy kis izgalmat belevinni a mindennapjaiba, és ez a bálnás flashmob, ez úgy, hogy kivonult az egész iskola, és ugye formáztunk egy bálnát, ez szerintem teljesen jól megállta a helyét az állatok világnapja alkalmából. Fontos megemlíteni, hogy más módon is csatlakoztál ehhez, mint szervező. Behoztad gyakorlatilag az összes házi állatkádat, ami volt, és ezt itt a kis teremben meg is lehetett tekinteni a gyerekek nagy örömére. Igen, ez megint egy új újítás volt, hogy a gyerekek is hozhattak be kis állatot, és akkor végig meg tudták nézni őket, meg lehetett simogatni. Exotikus állatok voltak, házi állatok voltak, versenygalambok voltak, papagáj volt, teknősbékák voltak, gekkó volt, úgyhogy, és nagyon nagy örömet láttunk a gyerekeknek az arcán, és ez nagyon jó volt. Az elején fogunk nektek bemutatni párkit is, akit mi mentettünk, utána szeretnénk veletek beszélgetni egy kicsit a kutyákról, a kutyáknak az életéről, és a legvégén fogunk mutatni pár képet, hogy milyen jó az, hogyha a kutyusokat megmentjük, vagy az állatokat megmentjük, mert mennyire meg lehet változtatni az életüket. Mindeközben az osztálytermekben is volt ez a tematikus dolog, csoportonként, osztályokként újabb információkat kaptak. Így van. Tulajdonképpen projektnapot tartottunk az Állatok Világnapja alkalmából, és a tanórákba is beleépítettük az állatvédelmet, a felelős állattartást, illetve az alsóbb évfolyamoknak kettő ercsi fiatal önkéntes állatvédőt elhívtunk, akik előadást tartottak. Úgyhogy ezt ezúton is szeretném megköszönni Darvas Tanács Ilkának és Sőrés Böbének. Üllütyő, körülbelül másfél éves fiú kutyus, a víztoronynál találtuk. Nagyon fél az emberektől, de egy nagyon édes kis kutya, és ő pedig a nővére, Szofi. Ő is körülbelül másfél éves, őt meg itt találtuk a Kis Duna hídnál, egész pontosan Ilka találta, és utána hozzánk került. Mind a ketten oltottak, csippeltettek, ivartalanítottak, és boldog kutyusok. Ilka a sok-sok megmentett kutyus történetéből villantott fel érdekes, sokszor szívszorító részletet. Itt a képen Gina, ő Szabadbattyánban volt főúton kikötve egy híd alatt. Az is adott, de sajnos egyet rákban, illetve dagalatban meghalt. Már akkor, mikor elhasszott, nem kövér volt, Szabadbattyánban volt gazdis 7 évig, utána nagyon szoros volt neki az élete. Itt volt Ercsiben gazdás 3 évig. Hát ugye, mint mondtam, betegségben sajnos egy hete meghalt, de nagyon boldog kutyus volt, ez is egy 4 éves kép, úgyhogy. Még egy nyúlfartnyi hír, igaz, ez már nem az Állatok Világnapjához kapcsolódik, hanem a környezetünk rendezettségéhez. Az 5. osztályosok Szilvi néni vezetésével rendbetették a kis udvar sziklakertjét, és virágot is ültettek később. Reméljük, tartósan megmaradnak ezek a kis növénykék.